Már javában zajlik az építkezés itt a Takarodó út réten, hiszen alig pár nap és kezdetét veszi a 2024-es Fezen Fesztivál. A látogatókat idén is számtalan hazai és külföldi előadó várja majd július 31-e és augusztus 4-e között. Ahogy az elmúlt 27 évben, úgy idén is egy műfajilag sokszínű fesztivál várja a Székesfehérvárra érkezőket. Idén is több hazai és külföldi előadó várja majd a látogatókat. Többek között visszatér a Scooter, a metal képviseletében ott lesz az Avantasia, de a pop szerelmesei is meg fogják találni kedvenceiket. Én nagyon örülök, hogy a Kombi Christ az végre van a Fezenen, ugye szintén Nightwish és Children of Bodom tagokból verbúválódott Crownshift. Van még ugye a Fezenen, ami gyakorlatilag egy most alakult friss produkció, ugye mi erre próbálunk figyelni, hogy mindig legyen valami unikális dolog. És akkor rajtuk kívül gyakorlatilag a komplett hazai szakmai élvonal itt van, a Majkától a Halott Pénzen, a Jude Law-n keresztül, ugye van idén Pogány induló, Tiden és a többi, ugye közel 80 produkció van 6 vagy 7 zenei helyszínen a 4 nap alatt. A szervezők idén több újdonsággal is készültek, például csupán egy regisztrációhoz kötve ingyenes lesz a kemping, valamint meg lehet látogatni a Gin Ligetet is. A kezdeményezés a gin és a gin tonic népszerűségéből kifolyólag született meg, több mint 10 márka képviselteti majd magát, hogy mindenféle különlegességet kipróbálhassanak a fesztiválozók. Hamarosan elérhető lesz az idei információkkal frissített Fezen app is, amelyet érdemes letölteni még az indulás előtt, hiszen a hasznos, személyre szabható koncertlistán túl itt lehet a leggyorsabban információt kapni az akciókról, dedikálásokról. Az elmúlt évhez képest a fesztivál területe is megváltozik majd egy kicsit. Idén a Benti klubtérben megrendezett koncerteket kihelyezték egy kültéri nagy színpadra. A klubból kiköltöztünk a fesztivál területre egy nagy sátorral, visszatérünk két szabadtéri nagyszínpadhoz, ez szintén egy komfortérzet növelő változtatás, hiszen tavaly a nagy sátorban, ahol ugye a kettes nagyszínpad kapott helyet, ott mondjuk úgy, hogy elég meleg volt szintén. Úgyhogy kiraktuk a szabad ég alá, hát nagyon bízunk benne, hogy az égiek kegyesek lesznek hozzánk és a közönséghez is. Bár mondjuk hozzáteszem, hogy a rock'n'roll az attól rock'n'roll, hogyha eső van, akkor is végignézzük az adott produkciót. A Fezen Fesztivált július 31-e szerda és augusztus 4-e vasárnap között rendezik meg az Újváralja-sor és a Takarodó út által határolt területen. A jegyek és bővebb információ beleértve a teljes programot megtalálható a fesztivál honlapján a www.fezen.hu oldalon.